A gyűjtő mai adásának vendége Molnár Ani, aki a Molnár Ani Galéria alapítója, tulajdonosa, vezetője, mindenféle koncepció megteremtője, és arról fogunk ma beszélgetni, hogy Ani közgazdászként, hogyha jól tudom, ugye, az a eredeti végzettséget hogyan csöppent bele a műtárgypiaci szénába, és hogyan alakította ki ezt a galériát, ami tulajdonképpen nemzetközi szinten az egyik legelismertebb magyar galéria, ami kortárs művészettel foglalkozik. Először is jó napot kívánok, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez már nagyon régen történt. Igazából a kortárs művészet iránti érdeklődésem, szeretetem volt meg, de természetesen egy teljesen más irányból érkező embernek nagyon nehéz szerintem az utat megtalálni a kortárs művészethez. Egyébként sajnos ez a probléma, ez mind a mai napig elkísér minket, akik így a szakmában dolgozunk. És nálam ez úgy alakult, hogy hát egyrésztről természetesen sok kiállításra jártam, tehát megragadtam minden alkalmat, hogy kortárs kiállításokat nézzek, és valahogy képbe kerüljek ezzel a dologgal. Az, hogy galériát nyissak, ez egy nagyon-nagyon régi ötlet, de megmondom őszintén, hogy nem voltam kellően bátor a 90-es évek végén, és csak úgy hirtelen ebbe én nem mertem belevágni, mert hogy mint mindenről erős az volt a véleményem, hogy hát szakmailag fel kell egy ilyen dologra készülni. Annak idején több kiállítást rendeztem, non-profit kiállításokat, tagja lettem a stúdiónak is, és ezek voltak azok a tevékenységek, amin keresztül gyakorlatilag egy kicsit jobban bele tudtam kerülni ebbe a szakmába, és aztán született két gyerekem, és úgy gondoltam, hogy most vagy soha. Ez szerintem gyakran előfordul az anyákkal, hogy úgy valahogy azt érzik, hogy ha most nem vágnak bele, akkor valószínűleg soha többet, tehát velem is így volt. És akkor egyszer csak belevágtam, ez egészen konkrétan 2007 környékén volt, amikor az évben született egyébként a kisebbik fiam. Ami érdekes volt, hogy nem a galériával indítottam ezt a tevékenységet, hanem egy véletlen felkérésnek köszönhetően a Monparban kezdtem el egy kortárs művészeti, eleinte szobrászati, később installációs sorozatot rendezni. Úgyhogy ténylegesen a galéria az 2008-ban indult, tehát egy évvel később. Viszont ez is egy nagyon jó ilyen bevezetője volt. Valami rémlik, de pontosan már nem emlékszem. Hát a Monparban 7 éven keresztül ment egy projektem, aminek én voltam a kurátora, és itt olyan műtárgyakat tudtunk bemutatni, amik a méretüknél fogva igazából nem lehetett galériaterekben kiállítani, és ami nagyon klassz volt, hogy a Monpark ezt a projektet finanszírozta, és a műtárgyak létrejöttét is. Tehát a művészek szabad kezet kaptak, és gyakorlatilag miután felkértem őket, szabadon ők találhatták ki, hogy milyen alkotást mutatnak be. Egy kiállítás alkalmával, ami több hónapig tartott, egy-egy ilyen installáció került bemutatásra, és nagyon-nagyon jó nevű művészek szerepeltek ebben a programban. Sajnos aztán eladták a Monparkot, és nem folytatódott tovább a sorozat. Egyébként erre Summa Artium díjat is kaptunk a Monparkkal közösen még 2009-ben, tehát már jó rég volt. És aztán pedig elindult a galéria is aktívan, már nyitvatartással 2008-tól, és a kezdetektől nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy mindenképpen legyen nemzetközi összefüggés abban a tevékenységben, amit végzek, tehát hogy ezenek az egésznek legyen egy ilyen nemzetközi kontextusa, és talán ezért is alakult ki, hogy ez a vásári részvétel, ez nagyon fontos volt. Ami számomra azt jelenti, hogy nemzetközi művészeti vásárokon vesztek részt rendszeresen. Igen. Ez mit jelent? Magyarázd el egy picit, mert azért ez nem egy egyszerű dolog. Hát ezek a nemzetközi művészeti vásárok, tehát a vásároknak a jelentősége, pozíciója az eléggé felértékelődött az elmúlt években. Ezeket a vásárokat úgy kell elképzelni, hogy meg kell pályázni először is, tehát nem automatikus a részvétel, tehát nem arról van szó, hogy egy galéria kiválaszt egy neki tetsző vásárt, és akkor azon szerepelhet. Hát ezért is fontos, hogy egy galéria milyen vásáron vesz részt, mert egy referencia pontot is jelent. Tehát meg kell pályázni, és hát amennyiben sikerül, akkor ez nagyon sok mindennel, szervezéssel, tehát egy elég komplex tevékenységről van szó. Hát meg nem kevés pénzbe kerül oda kiszállítani a műveket, igen? Igen, hát egyrésztről a standnak van egy komoly összege,
Ugye a szállítás az egy másik nagyon fontos tétel, és hát sok minden egyéb, a repülőjegyek, a szállodák, stb. Viszont én azt vettem észre, és hát ezek ugye eléggé nyilvánvaló dolgok, hogy tulajdonképpen azok a galériák, akik szeretnék a saját művészeiket valamilyen nemzetközi kontextusba behelyezni, nekik nagyon fontos ez a vásári részvétel. Tehát egészen egyszerűen kihagyhatatlan. Na most persze érdemes szelektálni, és nem kell mindenhova elmenni, és egy idő után nyilván minden galériánál kialakul egy ilyen profil, hogy milyen vásárokra megy, már amennyiben ez neki fontos. De ami másik szempont még, hogy ezek a vásárok, ezek ilyen találkozási pontok lettek. Tehát a nemzetközi szakmai közeg az ezeken a vásárokon tartja egymással kapcsolatot. Tehát itt egyáltalán nem arról van szó, hogy van a vásár, vannak a standok, jönnek a gyűjtők, az érdeklődők, és akkor vásárolnak, és akkor ennyi, hanem nagyon fontos kurátorok, intézményvezetők, nemzetközi sajtó, mindenki ott van ebben a pár napban. Tehát egy kicsit olyanná vált ez az egész, hogyha egy galéria számít, vagy létezik, vagy jegyzik a nemzetközi szintéren, akkor bizonyos vásárokon meg kell jelenni. És ez miért olyan fontos, hogy nemzetközi szintéren jegyezve legyen egy magyar galéria szerinted? Én azt gondolom, hogy ez valahonnan a művészektől származik ez a nagyon erős vágy szerintem sok galériában, hiszen a művészek, ugye, akik ambíciózusak, azok szinte kivétel nélkül valljuk be, szeretnék, hogyha az önmunkájukat a külföldi közönség is megismerné. Tehát én azt gondolom, hogy enélkül viszont nagyon nehéz szerintem labdába rúgni. Persze vannak rengeteg non-profit rendezvény van, biennálék, ilyen-olyan kiállítások, tehát nem arról van szó, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy ez az egyetlen útja. Ez egy nagyon komoly rásegítés tulajdonképpen a művész karrierjére, hogy ott tud lenni. Mert ugyanis a vásáron, hogyha egy művész szerepel, nagyon sokan észrevehetik a munkáját. Most, hogyha megengeded egy nagyon jó példát, hadd mondjak, ami viszonylag friss, és nagyon büszkék vagyunk rá. A galéria 2012 óta szerepel a Torinoi Artissima nevű vásáron, ami egy nagyon jó vásár, Európa egyik legjobb vására. És a tavalyi novemberi vásáron az Ember Sári elnyerte a vásárnak az egyik ilyen nagyon fontos díját, amit egyébként Campari díjnak neveznek, fiatal 35 év alatti művészeket díjaznak, nagyon komoly nemzetközi zsűri van. Na most például ez egy olyan lehetőség, ami csak egy vásáron adatik meg egy művésznek. Most önmagában ez így jól hangzik, de hogy ennek nagyon komoly folytatása van. Májusban lesz Milánóban egy egyéni kiállítása a Campari múzeumban, és ráadásul még egy olyan dolog is történt, amit nemrég tudtunk meg, hogy egy kurátora is lesz a kiállításnak, aki szintén egy nemzetközileg ismert olasz kurátor, egyébként egyben az Artissima művészeti igazgatója is. Tehát például ilyen lehetőségek, ezek nem történhetnek meg egy művésszel, ugye, hogyha az ő galériájára nem jár rendszeresen vásárra. Most természetesen nem azt mondom, hogy minden művész díjat nyer egy-egy vásáron, de nagyon sokféle módon, nagyon sok lehetőség van arra, hogy kiemelődjön egy művész. Mivel egy gazdasági szemléletű rádióban vagyunk, azért mindenképp meg kell kérdeznem, hogy azon kívül, hogy ez a művész karrierjét építi, persze az árait is, ez egyértelmű, de hogy ezt konkrétan hogyan forgatod vissza a galéria kereskedelmi tevékenységébe? Hát elvileg én azt gondolom, hogy a művész árát, ami meghatározza, azok a referenciák, és ez is egy nagyon fontos referencia egy művésznek, hogyha egyáltalán szerepelhet egy vásáron, ha ott bekerül gyűjteményekbe. Tehát ez mind-mind olyan tényező, ami okot adhat arra, hogy szép fokozatosan ezek az árak emelkedjenek, illetve egy kicsit szerintem ez végül is azért összetettebb, mert hogy hosszú távon azok a művészek tudnak, tehát a munkájukkal értéket képviselni, akik tényleg, akiknek van valamilyen nemzetközi preferenciájuk, valamilyen nemzetközi gyűjteménybe szerepelnek, vannak ilyen tájékozódási pontok. És én azt gondolom, hogy egy felelősséggel gondolkodó galéria, amikor elad egy műtárgyat, akkor nyilván az egy dolog, hogy ez tetszik adott esetben egy gyűjtőnek, és lehet, hogy csak azért veszi meg, mert szimpatikus neki és tetszik, de hogyha azt is nézzük, hogy ennek van egy befektetési része, akkor nagyon fontos ezeknek a referenciáknak a gyűjtése. És szerintem minél több van, annál
stabilabb a művésznek a pozíciója. És szerintem a magyar piac önmagában nem tud ilyen referenciát gyártani. Szóval azért nem mindegy, tehát nagyon jó gyűjtemények vannak, most nem akarok hazai gyűjteményeket felsorolni, de azért nem mindegy, hogy valaki szerepel esetleg a MoMA gyűjteményébe, a Pompidou-ba, vagy hát ezekben a klasszikus nagy gyűjteményekbe, és el lehet jutni. Tehát egy magyar művész el tud oda jutni, hogy egy bizonyos kor felett már ugyanígy része lehet ennek a nemzetközi diskurzusnak. Amit most mind elmesélsz, az egy nagyon-nagyon szofisztikált típusú gyűjtői hozzáállást igényel, hogy valaki mindezt kövesse, valaki tudatában legyen, hogy mi az, amitől egy művész értékes, nem feltétlenül csak azt nézi, amikor egy képet vásárol, hogy esztétikailag vagy érzelmileg hogyan hat rá az adott mű, hanem tényleg mindezt a tudást, amit most itt megosztasz velünk, ezt ő is birtokolja, és tudatosan vásárol. Mennyire érzed ezt mondjuk így a magyar gyűjtők körében, mennyire a külföldiekében, és egyébként mi a tapasztalatod, vagy hogy mi a, tehát hogy inkább magyar gyűjtők vásárolnak nálad, vagy mondjuk az eladásaid nagy részét külföldön, ezeken a vásárokon bonyolított, hogy működik ez? Hát a galériának az éves forgalmát, hogyha nézem, akkor valamivel talán túlsúlyban van a külföldi gyűjtők aránya. Én azt gondolom, hogy jelenleg ez olyan 60% külföldi, 40 magyar, körülbelül ez az arány most. Ami egyébként nem olyan jó, tehát jobban örülnék, hogyha sokkal több magyar vásárolna. De ez nyilván abból adódik, hogy a nemzetközi vásárokon hát nagyon sok gyűjtővel nagyobb tudunk, nagyobb a piac, több gyűjtővel tudunk kapcsolatba kerülni, hogyha jól alakulnak, tehát ezeknek a nagy részével tudjuk is tartani a kapcsolatot, tehát visszajáró gyűjtő lesz, úgyhogy ez egy jó befektetés mindenképpen ezeken a vásárokon szerepelni, de azért elég hosszú távú, hiszen ahogy te is mondtad, hogy a stand egyebek, tehát nagyon sokba kerül, tehát nem feltétlenül egy közvetlen megtérülésről van szó. Én azt gondolom, hogy a magyar és a külföldi gyűjtők között is vannak, akik tehát egész egyszerűen beleszeretnek valamibe, és spontán döntenek. Én egyébként személyesen sokkal jobban szeretem azt, hogyha valaki azért vásárol meg egy műtárgyat, mert tetszik neki, és egyszerűen ellenállhatatlan vágyat érez, hogy ez birtokolja. Amikor valaki már csak bizonyos befektetési szempontok lebegnek, ott gyakran azért csalódás lehet, és azt gondolom, nagyon sokan nem is értik meg ennek az idővonzatát, hogy akár 10-15 évnek is el kell telnie, hogy tényleg, igen, pontosan, hogy az valamilyen érzékelhető, vagy komolyabb áremelkedés produkáljon az a műtár. Ugye azt gondolom, mind a kettő jellemző. Én azt gondolom, hogy ezeken a nemzetközi vásárokon, akik vásárolnak, őnekik már önmagában az, hogy egy galéria oda bejutott, az egyfajta garancia. Tehát, hogyha valami megtetszik, úgy igazából egy gyűjtőnek a vásárokon, akkor én azt látom, hogyha ez nem túl magas ez az ár, ez alatt azért komolyan értem, hogy ilyen mondjuk 4000 euró alatti, ami mondjuk egy teljesen reális dolog, egy még magyar középgenerációs, de fiatal művésznél aztán különösen, akkor ezt a döntést nagyon könnyen meghozzák, hogyha beleszeretnek. Tehát a befektetési szempont az nagyon sokszor inkább a magyaroknál merül fel, én ezt látom. És inkább a kezdőgyűjtőknél, nem? Igen, tehát hogy tudni akarja, mindenképpen valami nagyon komoly garancia, de hát ezt meg kell érteni, hogy ez egy tulajdonképpen műtárgyakat vásárolni, tehát ez egy portfólió, és lesz olyan, ami be fog jönni, lesz olyan részvényem, kötvényem, stb., most ezt, hogyha műtárgyra vetítem, és lesz olyan, ami nem biztos. De én azt gondolom, hogy ha valaki egy jó nevű galériánál vásárol, tényleg utána néz, és mondjuk nem nagyon fiatal a művész, tehát azért legalább 30 éves elmúlt, akkor azért annyira nagyon mellé nyúlni nem lehet, főleg, hogyha az a művész már szerepel valamilyen hazai gyűjteményben. De én azt gondolom, hogy azért annyira nem veszélyesek ezek a dolgok, viszont lehet, hogy csak 10-15-20 év múlva történik egy olyan áremelkedés, amire ő számít. Beszélj egy picit a mostani kiállításról, ami azért megint egy olyan terület, ami nem egy klasszikus befektetési forma, vagy műtárgyforma tulajdonképpen, hanem itt fotóinstallációkról van szó valójában, meg egy nagyon érdekes gondolatmenetről, filozófiáról mögötte. Mesélj egy picit erről, meg aztán arról is, hogy ezt hogyan fogadják be a gyűjtők. Most Farkas Dénes egyéni kiállítása látható a galériában, látható sötétség a címe,
Kicsit borús a cím, valóban sok fekete-fehér fotó is van. Igen, jó, hogy erre az időszakra időzítettük, de van egy nagyon szép, nagy, színes lightbox is, úgyhogy azért nem kell tartani attól, hogy csak fekete-fehér a kiállítás. Hát a Farkas Dénessel most már körülbelül 3-4 éve működünk együtt, és ő mindig projektekben gondolkodik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes művészi hozzáállás, tehát hogy igazából az ő amikor egy-egy új kiállításban, projektben gondolkodik, akkor mindig egy óriási kutatás előzi ezt meg. Tehát ez is egyfajta művészi hozzáállás. Ebben az esetben magtárakat látogatott a világban különböző helyeken. Hát az egyik legérdekesebb ez a Svédországban, ez a Spitsbergák nevű hely, ami biztos nagyon különleges, nagyon hideg is van, és ezeken a helyeken készített fotókat, nézett körül, és gondolkodott el ezen az egész koncepción. Ugye itt arról van szó, hogy ezekben a magtárakban azért tárolnak különböző magokat, hogyha valamilyen katasztrófa történne a világban, vagy azon a környéken, akkor a föld vegetációját, tehát a növényeket, fákat, stb. Újra lehessen ültetni. És ugye nem csak tárolják ezeket a magokat, hanem kísérleteket is végeznek velük. Van olyan, ahol 10 évenként el kell ültetni, hogy egyáltalán ki fog-e hajtani, csírázni az az adott növény. Tehát egy nagyon érdekes koncepció van e mögött, és hát Szíriába is eljutott, ott is vannak ilyen magtárak, ugye. Ezek a világ minden pontján vannak, gondolom. Igen, én utána néztem, ez nagyon sok helyen van, nálunk is van egy Pannon magtárra hallgat, de ide nem ment el sajnos Dénes, hogy látszik, ez túl egyszerű, vagy túl könnyű lett volna. Ez a szíriai az egyébként egy kockázatokat is rejtett magába, és mindezt egy amerikai arab író regényével állítja szembe tulajdonképpen, ami annak a címe az Unnecessary Woman, tehát egy arról szól a történet, hogy egy arab nő nyugati irodalmat fordít a lakásában. Arabra. Tehát tulajdonképpen próbálja megmenteni a nyugati kultúrát. És ez a szembeállítás jellemzi gyakorlatilag ezt a kiállítást, és idézetek is szerepelnek ebben. Egyébként most lesz egy kiváló írás ebben a témában a Balkonban, Kozák Csaba írása. Tehát a Dénesnek a projektje az kifejezetten egy olyan projekt, amihez nagyon sok háttérinformációra van szükség. Tehát aki bejön a galériába, ezt így hirtelen nem is biztos, hogy értelmezni tudja, hogy vajon miről szól. Ez általában igaz a kortárs művészetre. Igen, igen. Viszont hát vannak azért olyan művészek, ahol talán evidensebb, hogy miről is szól ez a, miről is szól egy-egy kiállítás, vagy egy-egy projekt. Itt azt gondolom, hogy szükségesek ezek a magyarázatok. Viszont szerintem ez nem jelent problémát. Én azt látom, hogy ezt azért élvezi a magyar közönség is, mert megértik, hogy tehát a kortárs művészet nagyon sok mindenről szól, tehát valamilyen üzenetet akar közvetíteni, és az nem árt, hogyha mi is elgondolkodunk ezen a témán. Én azért szeretek ilyen művészekkel együtt dolgozni, mert tényleg olyan dolgok kerülnek felszínre, hogy én nekem mondjuk magamtól eszembe nem jutott volna utána nézni a magtáraknak, tényleg nem gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami annyira izgatott volna, de így ebben az összefüggésben viszont nagyon érdekes, és nagyon szeretjük ezt a kiállítást. Meddig és hol láthatjuk, nézhetjük meg ezt a kiállítást? Március 4-ig látható, és ez most már a galéria új helyszínén, ahova néhány hónapja költöztünk, ez a Bródi Sándor utca 36-ban, és 2-től péntekig, déltől 6-ig, szombaton pedig 11-től 5-ig. Nagyon szépen köszönjük Molnár Aninak ezt a beszámolót és a kiállításról szóló érdekes információkat, és reméljük, hogy hamarosan újra vendégül láthatunk itt a stúdióban. Köszönjük szépen! Én is nagyon szépen köszönöm!